Szép jó estét, szevasztok, Gábor vagyok. Még mindig a Techbarátot nézitek, ugyanis az élőadást folytatjuk. Akik pedig a Vodot nézik majd vissza, annak csak szevasztok. Hát egy kis brófolszal fogjuk zárni a mai napot, a hétfő estét. Jót játszottam a 13 Remastered-del, egészen a vége felé vagyok már, tehát már csak egy óra van elvileg hátra, ami az én léptékeimmel az durva mondjuk 2 óra, de azt szerintem a jövő adásban meg lesz, úgyhogy a 13-ban már nincsen sok hátra, és akkor lesz új szavazás, mert igazából ugye ez nem egy franchise, nem egy ilyen sorozat, tehát lesz majd akkor új játék, illetve új szavazás a weboldalom, úgyhogy készítsen majd mindenki a kezét, egerét, hogy tudjon szavazni, meg akár gondolkodjon is azon, hogy milyen játékot látna szívesen, mert mindenki hozzáadhat egy saját szavazatot is, tehát már nem csak a meglévőkre tud szavazni majd, hanem hozzá is adhat egy plusz ötletet. No, hát srácok, fiúk, lányok, azt mit kell nyomni? Ezt kell nyomni, bocsánat, mindjárt ezért hülyeséget csinálok. Itt is vagyunk, Arni becsatlakozott már, én mást őszintén szóval nem láttam, tehát nem látom izét sem. Ragdolls Masters, azt nem ismerem, de megnézem majd, hogy az miről szól, meg az micsoda, hogyan, hogy mint, eszik-e vagy iszek. Szerintem kezdjük el. Nem, akkor akármi legyen az a Ragdolls Masters, akkor azzal játszom, de Barbie nem. Tehát Barbie-t biztos, hogy nem. Tehát játszottam, mert izé volt egy-két olyan játék, amit te szavaztál meg, és amúgy azt mondtam, hogy utólag, hogy tényleg bejött, és tök jó, de nem, tehát ezt nem. Nem. Barbie sose, nem. És következő kép így 2 hét múlva, ilyen izé kis cobba font haja, meg ilyen rózsaszín izébe. Sziasztok, letöltöttem a Barbie játékot, és annak megfelelően öltöztem most nektek ki. Remélem, hogy élvezni fogjátok, és blablabla. Bla, bla. Na, nem, szóval nem. Még viccek is rossz, ilyet sose fogok csinálni, azt tudni. Jaj. Fú, de rohadt meleg van, azért azt hiszem, hogy ki kéne nyitni mindjárt az ablak, vagy ki. Na, mindegy. Lenyomom, kibírom. Csak te kopasz vagy, mi? Na gyerünk, toljuk! Bassza meg! Apát faszát! Ki kalapács hordott engem? Bazd meg! Ennyi. Easy gyerekek, nem megyünk basztatni a brokkolit, mert ez a pálya mondjuk egy egész szivatós, tehát hogy ezen azért eléggé nehéz. Van ennél nehezebb is. No, 3-an lettünk egyből, tehát amint itt van a brófoszt, már izé, már jönnek az emberek. Na, nézd, nem kapja bazd. Hát hányszor ütöttem el amúgy mellette? Nem akarok itt ordibálni, mert azért késő este van, aztán még nyitva van az ablakom. Már régóta nem megy a klíma, egy jó, hát régóta, az túlzás, mondjuk egy jó pár napja, vagy talán egy hete. De azért úgy egész jó, hát nyilván egy kicsit melegebb van, de valahogy mégiscsak azt érzem, hogy nem... Na, ez az kapta, végre kapta, kurva, ez az. Gyere ide! Hol van? Ó, bazd... Ja. Hé, halló! Arnika! Hihihi! Mi a fa... Mi? Mi a fasz csinálsz? Hát ízére ad, megyek már brokkolira! Nézd meg, bazd... Ez leüt! A kurva... Na jó van!
Nem, nem, tehát egyszerűen nem, háttal van nekem, az meg is úgy üt le. Háttal, érted? Melyik, azért riportolhatjuk a brokkolit, ez kibaszott gyanús, tehát háttal futkos nekem jorvóra, és úgy is adja nekem az ütést, én meg ott vagyok, hatszor elütök mellette, meg bele, és semmit nem ad be. Jos Herindi, ha nézed is az adást, akkor jó édes anyukádat, megy neked a riport. Na, ezt meg kell legyem. Mennyi? Rábasztál? De hogy lehetnek ennyire idióták most komolyan? Menj már innen a seggemből, bazd meg, hát ezt nem... Nem, ez jó, na jó, megy a riport, bazd meg, ezt nem hiszem el. Mennyi a seggemből? Mennyi nem? Yeah, hű, ne! Az nem jött be Arnika, nem! Gyerekek, első win, első játék, első win. Köszönöm szépen, Spirulat, ez kell. Jó, és Arni lett a második, ami...
Úgy igazából ugye ezt sorsolja gondolom a játék, mert hát egyszerre robbannak föl, de tudta a játék, hogy kinek kell a másodiknak lenni. GG. Nézem, hogy van-e esetleg, vagy lehet-e magyar, most egy hirtelen ilyen magyarnak tűnő neveket nem látok még. De ez nem jelenti azt, hogy a később évben nem csatlakoztat. Na, hát akkor jól indul a izé. Egy első-második helyel, akkor na, azt megbeszéljük, hogy legközelebb, hogyha a döntősök vagyunk, és mi maradunk ketten, vagy hát mondjuk ennél a játéknál, akkor átadom a győzelmet neked, hogy akkor osztozzunk rajta igazságosan. Ja igen, a boltot azért nézzük meg, hogy mit tudunk-e valamit venni. 4200, hát ezt a szart tudom megvenni. A pajszert, 1100, ezt tudjuk majd még. Van három koronám, legyen a izé, melyik legyen? Három koronából inkább a steak, vagy a tök? Hát a tök az, jó lesz a tök. Nincs meg kell venni majd mindegyiket. Jó, haladjunk tovább. Ja jó, oké, akkor Arni küzdeni szeretne, de jó, de hogyha izé, de hogyha te ez nyerésre és nyertél már, akkor te azért átadhatod nekem, jó? Mert én nem szeretnék küzdeni. Ha te szeretnél megküzdeni az első helyért, az oké, de... Hú, csűrolt meleg, itt mennyire, nem tudom, nem látom minden izét picsába. Fú, gyere, én már nagyon várom gyerekek, hogy, ezért, hogy tényleg jöjjön az ősz, meg egész nap úgy nyitva lesz a rohadt ablak, de még mindig, képzeljétek, 26 fokos a lakás. Ugye mostanában megy a stream, megy a gép, panelek, stb. Szerintem itt simán van 28 fok a szobában, és így érzem, hogy ilyen semmi levegő, tehát így kezd már melegedni az agyam, meg a fejem. Most a klímát azért már nem kapcsolom be, mert igazából a klíma az ide nem jönne el annyi idő alatt. Nem tudnám olyan gyorsan leüteni, meg most már tök fölösleges lenne. Kinyitni meg nagyon nem akartam az ablakot, mert ugye a szomszédok, hogyha itt elkezdenek üvöltözni, akkor jobban hallják. Most bukóra ki van nyitva, de az meg szart se ér. Így, úgyhogy... Fú, gyerekek. Érzem, hogy kezdek izzadni. De ezek miért benne kell? Nem tudják bazd meg, hogy izé... Menjetek onnan? Mész onnan? Hát azt jó időbe nyomta le ezért, senki nem esett le konkrétan, tehát fasza. Menj a büdös picsába. Miért kezd meg így cikázni a kurva életbe? Hát tök egyenesen állok és egyenesen lövöm ki magam, erre így kezd el izé. Nyom, nézd meg! Na, végre bazd meg. Tú, az ki, na az a izé, az a lila vagy nem tudom milyen színű kurva. Azaz, ott van. Ki a rohadék? Azaz. Annak is megy a riport. Izé, derdi dasz bazd meg, vagy ki a faszom. Mi annak a neve? Ott van. Nem látom. Deezer. Ke, annak is megy a riport. Ja, ott is. Ja, 43-as. Egy köcsög. Beírom, egy köcsög. Ennyi.
Bazd meg, beütötted a brokkolit, ez kurva nagy volt. Ez nagyon nagy volt. GG. Beesett a pályára. Ja, de rossz a dízerzám. Ó, bazd meg, akkor rosszat riportoltam. De volt egy másik is, akkor ugyanúgy néz ki. Ja, mert van Deezer, ke. Aha, de akkor ó, jó, akkor ezek együtt vannak valószínű. Sőt, biztos, hogy együtt vannak. Jó, nyilván mi is, tehát hogy... Paty. Rópaty. Tjú, de most automasé fel úgy játszanék most amúgy, tehát az valamelyik este leültem, és ugye volt két olyan pálya, ugye 16-8 pályát csinált, nem, mert talán már 20-at is, ugye a streamben. Viszont volt ugye két olyan pálya, ahol a... Mindjárt mondom. Ugye volt két olyan pálya, ahol a, ugye a három lehetséges izéből csak kettőt csináltam meg. Ó, én inkább ide jövök be, leszarom. Így. Szóval ugye kettőt csináltam meg, és azt hiszem az ingredientsnél, tehát összetevőknek a mennyiségénél rontottam el mindkét pályán, illetve túlléptem. És úgy voltam vele, hogy nem, most akkor van már annyi tapasztalatom, ugye ezek a negyedik meg a nem tudom, nyolcadik volt, tehát hogy viszonylag az elején. Kevesebb géppel ráadásul, tehát ugye nem kellett nagyon gondolkodni, hogy mit használja fel, mert ugye kevesebb eszközt adott a játék. És hát nagy nehezen is, tehát azért van már annyi tapasztalatom, meg azóta szereztem annyi rutint. Én úgy gondolom. Viszont egy dolog rájöttem, hogy a storage-ot, tehát a kajatárolót, azt hogyan lehet tök jól használni, és hogy mire nem lehet amúgy használni, tehát például a hamburgert ugye nem tehetsz bele, hiába, tehát ugye az lenne a cél, hogy nyilván ne romoljon meg, de ugye nem hűtheted le a hamburgert, hiszen a hamburger az melegen jó. Viszont a salátáról van szó, vagy csirke, vagy bármilyen olyan kaja, amit hűthetsz, leginkább ugye ezek saláták, akkor azokat érdemes ilyen tárolóba betenni, már csak azért is, mert ugye akkor nem, tehát fölméri az ember azt, hogy mikor, ez hogy mennyi rendelés jön be mondjuk teljesítéken 40 rendelést. Valóan 40-ből mondjuk rengeteg ugye a saláta például, és azt látod mondjuk a tesztek során, hogy nagyon lassan szolgálja ki amúgy a ízét. Tehát hogyha order readerrel oldod meg a dolgot, hogy akkor kezdj el a készíteni a salátát, amikor a rendelés bejön, akkor egy csomószor kifut meg, vagy a többi fut ki, tök mindegy. És rájöttem igazából arra, hogy nem mindig kell order reader, hanem be kell csak állítani mondjuk egy olyat, hogy 10 másodpercenként adagolja a hozzávalókat, 10-11-2, tehát attól függően, hogy érnek oda ugye az összeszerelő géphez, ugye, ami megcsinálja a kaját. És utána berakjátok egy ilyen tárolóba, és mindig lesz a tárolóba 2-3 izé, és utána már csak egy robot igazából kivesz egy ilyen robotkar, akkor, amikor pont bejön egy rendelés, és már ott is van, és kész. És igazából így mindig 2-3, ezt kell amúgy kitalálni, illetve egy valahogy rájönni. Mindjárt folytatom. Ajaj. A kurva... Jó van, megérdemelt. A rohadt brokkoli. Fű, bazeg. Azért ez nem volt jó. Joserindi. Nem baj, a brokkoli megad. A paty volt a brokkoli? Az volt, hát. A patyot is riportolom. Menjen a rohadt oda. Így. Remélem nézi, és akkor így személyesen is meg tudom megmondani. Yes, kaptam két koronát, hogy ezt gyorsan el is verjük ezért a boltban. Mert tudjuk valamire? Kettőt? Ne, semmire. Nem. Semmire. Viszont ezt a banánot, ezt meg tudjuk venni. Jó, van 142 lila tallérunk, azt meg akkor felajánljuk ugye az újpesti ultráknak, ugye, mert nagyon elkeseredtek biztos, aztán szeretnék a bánatukat valószínű valamilyen pénzért megvehető szolgáltatásba, nyilván sörre gondoltam, természetesen
kedvüket javítani. Hát nem kapták meg, ahogy elnéztem, kiütöttek téged is. Komoly volt, mi? Igen, tehát próbálom én is, csak az, hogy olyan hamar meg tud billenni, pedig nézem azt, hogy melyik irányba rohannak ugye a játékosok, és akkor gyorsan az ellenkezőben, mert meg fog billenni, de egyszerűen nem lehet. Tehát olyan gyorsan meg tud billenni, hogy esélytelen, ha nem középen vagy, nyilván akkor tudsz reagálni, esélyed nincs. Yes, én vagyok a brokkoli, na mindenkinek oda baszunk. De hol van Arni? Nem látlak, de látlak. Az vagy te, ugye? Igen. Jó, az vagy te, oké. Na, haló, mi, nem. Beértek. Na mennyi, Arni?
Ne baszd, ne. Jó. Hát rábaszt, ne. Nem baszott rába, de jó van, rábaszott. De miért nincs itt egyetlen egy csapda sem, bazd meg? Tehát most ott van Arni, jó? Hát igyekezz, mert nem tudok. Hát, de beértek. Nem tudtam többet tenni, úgyhogy sajnos most 10-en leszünk a döntőben. Kíváncsi vagyok, hogy melyik pályát fogja bedobni. Ne, bazd, ne, elmegy, kiestem a kurva életbe, bazd meg, hogy nem tudják megakadályozni azt a tetves kiesést. Na nézzük Arnit. Illetve nézzétek, én nem nézem, mert most van más dolgom, de hajrá Arni. Szarás. Na, 2v2. Érte 2v? 1v1. Na nézzük. A izé, hogy hívják ki az? Popomós. Vagy pedig Arni. Gyerünk, Arni, toljad. Júj, Popomós kapura viszi. Ez nagyon necces. Most kerül oda a kapuhoz. Na, ez az. Most kell támadni. Ez az. Nagyon szép. Passza. Szép. Ott lesz. Az megvan. Nagyon szép volt. GG. Hát nekem ugye nem jött össze sajnos. Én már rögtön a legelső körben kiestem, de mondjuk a 7. helyet megszereztem. Nagyon jó voltam úgy. Hát akkor egy-egy győzelem, az már tarsolyban van. Tök jó. És nézzétek, ki van a 13. helyen, oda nézzetek. Na ki van ott? A kedvencünk, a mi kis barátunk, a beton. Beton! Hű, na gyerünk, csapassuk. Még egy pár kör még belefér, mondjuk 2-3, aztán már a... Fú, ki kell mennem majd az erkélyre, vagy így levegőre, mert iszletesen befüllett itt a levegő, és... Jaj. Újpestért tetted? Ja.
Na, és megint itt van Joser Indi. Hát jó, mondjuk nem, nyilván nem lepődünk meg ezen, hogy mindig ugyanazok játszanak, mert kb. Van egy közösség, ugye annyira most még nem felkapott a játék, mert ugye nagyon sokáig nem történt semmi benne, és sokan elpártoltak tőle. Gondolom szépen lassan jönnek vissza, de hát ugye még mindig ugyanazok az emberek kerülnek be az új körbe. Kurva jó. És már a döntőbe jutásért harcolunk, úgyhogy mondjuk ez nem is annyira vészes pálya. Ki kell törjük ezeket a csodálatos kap... Ez pont nem az, elba... Jó, oké, akkor ez lesz a másik. Ez az, megvan. Jó, itt várja, mindjárt benyomja ezért. Oké. Hey, oké. Okay. Jó, nem, jó, tudtam, hogy tudtam, bassz meg, hogy be fog ütni. Haló? Figyelj már! Bassz meg! Ez milyen bug volt? Ez mi volt? Hát ez kúra jó. Jó volt újra, így van. De most várjál, most ebben a játék? Ja nem, az előzőben volt. Nem tudom, az mostaniban itt van-e, majd mindjárt megnézem az a játékos listát. Beton! Hát sőt, meg ne fasz nézem, mindjárt rámegyek. Jó, megnézem. Beton. Nem, most nincs itt. Bazd meg! Nem jó?
Na, és nézzük, hogy ki milyen ranggal rendelkezik. 10-es, 6-os, 8-2. Hát mondhatni, hogy igazából mi vagyunk az első kettő. Hát mondjuk Maldorádónak nyilván Arnigának. Bazd meg, már megint ez a íze. Tök jó. És most és megint egymás ellen vagyunk, kurva. Jó, hát akkor most vagy én jutok tovább, vagy... Igen. No. Tudjátok mit? Én hátra jövök, bazd meg, és védekezni fogok, leszarom. Ha valaki kapura akarná terelni, akkor ott a gól. Nincs, bazd meg, nincs ott a gól. A kurva életbe. Úgy, ott a gól. Nincs, nincs. Gyerünk kékek, gyerünk, toljátok, ez az, ott lesz, ott lesz, megvan, ti, nem. Én itt maradok hátul és védekezem, mert még egyszer ilyen csúfos vereséget, már rögtön az első körben kiesem, az olyat nem. Ez tud, így is nem tud fordulni, nem értem ez, bazd meg. Szar ennek a fizikája. Ja, és akkor az esik ki, akinek a tér felé van, bazd meg, de ezt a fasságot miért nem veszik ki, ezt a kurva pályát? Ez egy... Botrány az irányítással ezeknek a kis gokártoknak is, a labda az pláne, tehát ez, ha valami, ennek a fizikáját kurvára elrontották, tehát ez... Ha nézik a fejlesztők, ez egy kalapszar, tehát hogy inkább vegyék ki, ne legyen ilyen döntős, mert nem, tehát hogy ez egy kár volt hónapokat dolgozni, mert ez szar. A Lufika nézőtéren a legjobbak, bazd meg, abban van valami, mondjuk ilyen tátott szája, így nézik el. Így. De mindegy. De nevetnek? Nem, szerintem csak ilyen izé, így, ott a gól. Ott a gól, nem, Annika kiesett? Kiesett, sajnos. És akkor nem tudsz meg... Nézd, ennyi. És nem tudsz megfordulni, bazd meg. Hiába nyomod a rükvercet megpróbálni. Semmi, nem reagál meg ilyen egy helybe kezdve forogni. Nem, egyszerűen nem lehet ezzel a kis gokártal, vagy kocsival, vagy milyen szarral bírni. De meglett a harmadik hely Arninak, GG. Én meg azért a hatodikra betoltam a szekeret, úgyhogy jó lett ez. Jobb, egyel jobb, mert ugye az előzőben azt hiszem hetedik lettem, úgyhogy... De ha még egyszer ezt a tetvedik pályát adja, akkor... Nem tudom, mit csinálok. Na, viszont most cseréljünk ruhát szerintem, mert... Sőt, tudjátok mit? Fölveszük Arninak itt a... Ilyen baseballzit. Nem tudom, hogy megvan a kendő. Hát kendő nincs meg, de akkor megyünk ezzel. Milyen szemüvege van? Csak nem a ritmus hibással jössz. Ritmus hibá. Hát majdnem, ilyen kendőm az nincsen, de végül is felvettem egy kötött sapkát, úgyhogy a fejem az biztos, hogy nem fog megfázni. Fail to join. Fail to join. Valami tört, valami kidobott. Jó, oké, köszi. Kezdjük. Bőtony. Brötány. Hát lehet, hogy nekem is jobb internet kellene, ki tudja. Lehet, hogy van a tele... Ha Telekom nézi, akkor ha van az 1000-es optikánál jobb, aztán van a 2000-es, de azt mondta arra a Telekom szerelője, amikor beúzták annak idején tavaly,
ez az Arnél brokkoli zsír. Tehát amikor beúzták, akkor azt mondta, hogy igazából az kamu, és azt hiszem ezért meg is büntették annól a Telekomot, tehát a nem tudom, versenyhatósága, vagy a gazdasági versenyhivatal, mert hogy valójában 2000 az úgy jön össze, hogy 2000, tehát az inkább ugye azoknak volt való, és utólag ezt már valamilyen reklámokban egy fel is tüntették, hogy úgy 2000, hogy bejön 2000-es szál, és igazából, hogyha mit tudom, van ilyen nagy család, ja, várj, átugrom. Ja, elfelejtettem a tarni a izé. Szóval azért büntették meg őket, mert hogy igazából az nem 2000-es gyorsaságú volt, hanem 2000-es, ami azt biztosítja, meg olyan routert adtak hozzá, hogyha itt egy nagy család van, és vannak benne, mit tudom, ilyen 8-an, és mind a 80 szeretnének egyszerre mondjuk internetezni, letölteni, stb., akkor nyilván a 2000 az ugye biztosítani fogja, mert mindenkinek valószínűleg lesz egy eléggé jó sávszélessége. De ettől még nem a sebessége lesz, a magsebessége gyorsabb, hanem biztosítva lesz a sávszélesség. A nyuszi az nagyon szív... Oda néz, milyeneket kapok a nyuszitól, bazeg. Na, várj, nyomd le őket, nyomd le őket! Na, picsába, akkor ne nyomd le őket. De Arni, haló, hát meglógtak itt a izék. Miért nem? Mit csinálsz ott? Hát itt meglógott egy csomó, miért nem simán ezért rájuk görgethetted volna a sodrófát meg ilyenek? Mi történt? Nagyon ezért belassultál. Jó, bocsánat, most olvastam, picsába, bocs, most olvastam, ne haragudj. Yes, végre a hexek, a gyerekek, annyira, imádom, imádtam ezt a pályát. GG, nagyon szép volt, kiejtette Arni a nyuszit, úgyhogy hát igazából a rangok szerint nagyon veszélyes nem lehet, de mondjuk a hexagon az eléggé, ugye Lutri. Hát annyira nem szerencse kérdése, mert azért itt lehet okosan is játszani, de van benne nyilván ezért a mák faktor is, úgyhogy ugye meglátjuk, hogy apróban mák, van még mákos gubát, de ennék mákos gubát, de estére már nem lesz szabad.
Ne, bassza meg a kurva. A kurva... Na jó, megy a riport ennek a faszkalapnak is, igen. Hol van? Hol van? Oké. Azt mondja, hogy... Csaló... Így. Örüljé, csak majd kapod a bant a pofádba, azt izé. Jaj, na jó, utolsó már aztán izé, már a vége. Nem kell hagyni, majd a kövőbe is riportolok, maximum az kész. Tehát kis csaló, geci. Mekkora izé, 200-ikus játék volt, hogy gyorsan leugrom, és így az összes izét csak közel voltál, az a baj. Kicsit előrébb ugrottam volna, vagy előbb kapcsoltam volna, akkor nem érsz utol, és már nem lett volna hova ugranod. Azt nézhettél volna, na mindegy. Kövét azt önerőből nyerem meg. Ennyi. Nem kell izé segíteni meg hagyni. Itt van a geci nyuszi, bazd meg. Itt a nyuszi a kurva életbe. A kurva anyját ennek a fasz nyuszinak. Jó, a nyuszinak mehet a riport, bazd meg. Gyere, gyere. Melyik az? Blue.
zsír. Matteo kiütötte brokkolit, zsír. GG Matteónak, illetve közös erővel azért én is egyet-kettőt belecsaptam, meg a többiek is, úgyhogy... Nézd meg is le... Na jó, oké, oké, mindjárt kapsz te. Ki vagy te ott a végén, mindjárt? Jövök, várjál, csak felszedjem azt a szart. Tigris nem is láttam. A Nyuszi az izé, Nyuszi az nagyon geci, az tuti. Tehát Nyuszi az így kb. Engem követett az elején, mert elmentem a bal oldali ilyen lapát felé, akkor ott próbált meg rángatni, akkor így megyek át az izé, és jön utánam, és izé, utána ezen a forgószaron is, mert ami a végelet volt, nagyon, nagyon kis izé alattomos, úgyhogy arra figyelni kell. Jó, tudjátok, hogy még egy bele fog férni, mert most döntő van, még csak 52 percnél tart a stream, úgyhogy... úgyhogy legyen, vagy még egy belefér, egy utolsó... nekifutás. Na nézzük. És nem találja el, bazd meg, ez mi? Tehát, hogy ezen bazd meg a fejlesztők fejlesztenek már valamit, bazd, tehát, hogy ütöm, semmi cél, nézd meg, semmi célzás nincs, bazd meg. Hát hadonászom 2 centire a kurva fejétől, és nem adja be. Érted, csinálnak egy játékot, ahol az az egyik funkció, hogy le tudod ütni a másikat, de igazából nem tudod leütni, mert nem lehet, vagy beadja, vagy nem. Boros brosz, bazd meg. Boroség, haló? Egy kicsit. Figyeljetek már oda, vagy van, tehát, hogy fizika. Mert hogy nem kell nyilván teljesen valósághű, mert nyilván egy játékról van szó, én tudom, de ha az benne az egyik képesség a játékosnak, hogy tud a kalapácsával, vagy azzal, ami épp a kezében van, le tud ütni másokat, akkor tudjon már leütni, hogyha arra legyint, amerre izé, megfelelő távolságban is van hozzá. Júj. Na, a kedvenc. Ja, na, Arni, akkor elengedlek, jó? Ne! Basz meg, leesett! Hajjaj, jön a nyuszi. Júj. A kurva életbe a húsnak, de jött az a geci nyuszi. Kurva anyját a Blue-nak, remélem, hogy nézed, és csuklasz, az a minimum, bazd meg. Blue. Még ez a Matteo is amúgy ismerős van onnan, úgyhogy ezek, na, kicsit izé, na jó, utolsó kör. De egy picit várjunk ki, most úgyis a boltba benézek, hogy mit lehet kapni, szerintem még mindig semmit. Hát, ha addig ezek a gyökerek elkezdenek egy másik játékot. Meg cserélni kéne ruhát, mert lehet, hogy az alapján is, mondjuk, hogyha nézik a streamet, akkor tök mindegy. Mi az, ami jó pofa, és még nem volt rajta? Mondjuk legyen... Ah, körte. Körte az ilyen... Hát, vagy a... Na, tudjuk.
Ez a snack zacskó, ez tök jó. Mi kell? Kalap. Kalapács. Legyen a WC pumpa. Ez így szerintem zseniális. Jó.